Készülnek a fotók Jakabos Zsuzsannával, ő is részt vett a pinyédi fáklyafutáson. Természetesen ott volt Hugo, a győri Ejov kabala állata is, aki ismét nagy sikert aratott a fiatalok körében. Szombat délelőtt sokan látogattak el a pinyédi művelődési ház udvarára, hogy itt várják az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál lángját. Pontban 10 órakor megérkezett a küldöttség, melyet Szeles Szabolcs fogadott. A városrész önkormányzati képviselője rögtön át is nyújtotta a lángot Posanyi Takás Lászlónak, a Győri Nemzeti Színház Kisfaludi díjas színészének, aki Pierre de Coubertin báró Óda a sporthoz című versét szavalta el. A szépség vagy te sport! A testeket deformálod nemessé, elűző romboló vad szenvedélyeket acéllá edzel lankadatlanul. A szavalatot követően az előadó Orosz Lászlónak, a Győri Eto legendás labdarúgójának adta át a fáklyát, ő kezdte el a pinyédi futást. Rajta kívül rengeteg ismerős arc vitte a lángot, dr. Schmidt Péter rövid beszéd kíséretében vette át a szimbólumot. Kedves barátaim, örömmel veszem át akkor Orosz Laci barátomtól a olimpiai fáklyát. Nézzük a pályát! Gyerekkoromban mindig megtisztelő volt, hogy mehettem az Eto meccsekre. Barna, Kóskis Tamás, Talotai Adrigán, Morvai, horvátok, az így van? Igen. Idősek, fiatalok, egész családok kísérték a pinyédi utcákon a fáklyát. Igazán jó hangulatban zajlott a megmozdulás. Jakabos Zsuzsanna az úszás Ejov nagykövete. Edzőjével közösen emelte magasba a lángot, majd néhány száz métert meg is tettek vele. Az olimpiai eszme legfontosabb jelképe, ebben a városrészben is nagy sikert aratott, és Pinyéd minden szegletébe eljutott. Ez pedig már a Rába kettős híd eleje szombat délután. Szeles Szabolcs önkormányzati képviselő családjával közösen fogadta a lángot, majd futva vitte át a Rábak felléhez. Itt már nagy volt a készülődés, egyen pólóban gyülekezett Sziget apraja és nagyja. Az Ejov jelkép először bejárta a fürdőt, majd Posanyi Takás László itt is elszavalta Coubertin báró versét. Ez egy elég nehéz vers, kicsit réges a fordítása, de azt gondolom, hogy nagyon, nagyon felemelő, és ha valamit megérdemel ez a város az olimpiával együtt, és én kívánom tényleg az egész városnak, hogy ez legyen egy felemelő esemény a város életében. Szeles Szabolcs, Győr-Sziget önkormányzati képviselője mondott beszédet, melyben hangsúlyozta az itt élők magukénak érzik az Ejovot, hiszen ebben a városrészben épült fel az olimpiai falu és a legtöbb versenynek otthont adó olimpiai sportpark is. Amikor pár év ezelőtt ez a döntés híre eljutott hozzánk, hogy Győr pályázik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztiválra, mint rendező, hittük is, meg nem is, hogy ebből valamilyen szép történet kerekedhet. Aztán, amikor elnyertük a rendezés jogát, még akkor is voltak kételkedők. Aztán jöttek napról napra, történtek az események, épültek az utak, épültek a sportlétesítmények, és így talán kezdtük magunkénak érezni, főleg itt Szigetben, hiszen itt épült fel az olimpiai falu, és itt adunk otthont a versenyeknek az olimpiai sportparkban. I got pockets full of soul. I got pockets full of soul, but not a dime. A nap fénypontja Fehérvári Gábor Alfred, azaz Freddy rövid koncertje volt. A győri énekes remek hangulatot varázsolt a térre, és nagyon büszke volt arra, hogy kezében foghatta a fáklyát. Egy csodálatos és nagyon-nagyon fejlett városról beszélünk, amit folyamatosan fejlődik. Ezt én azért látom, mert felköltöztem Budapestre, és időről időre, hogy visszatérek, valami mindig megváltozik, valami egyre rendezettebb, egyre szervezettebb, csodálatos programok is vannak. Nem véletlen, hogy ideért egy olimpia, úgyhogy én azt gondolom, hogy minden győri büszke lehet rá. Nekem az a büszkeség, hogy egyáltalán engem hazahívnak, főleg, hogyha egy ilyen csodálatos eseménnyel lesz párosul, úgyhogy hatalmas öröm, hogy ennek kapcsán is itt lehetünk. Én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hogy fog sikerülni, de hát hogy sikerült, ne remekünk. Szigetben az első lángfutó Palotai Károly olimpiai bajnok labdarúgó legenda volt, aki ebben a városrészben él. Ahogy híradónknak fogalmazott, felelevenedtek benne az 1964-ben átélt élmények. Ez egy szerencsés alkalom, hogy így mondjam. Ez számomra is nagy öröm, mert egyáltalán olimpiára eljutni, az egy csodálatos élmény. És ez most is felevenítette ez a győri rendezvény, és örülök, hogy rám is szóltak, vagy gondoltak. Az Ejov szimbólum egész délután a városrész utcáit járta, rengetegen bekapcsolódtak a futásba. Este a Töltészer utcai vízisporttelepen keresztül sárkányhajón hagyta el Szigetet a láng, amit a Győri Vízisport Egyesület lelkes fiatal sportolói kajakokkal kísértek.